Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy rohan az idő, és már itt van év vége, hamarosan indul az új esztendő. Ez egy átmeneti időszak, nagyon varázslatos és misztikus. Úgy szokták mondani, ezeken a napokon a szellemek uralkodnak. Persze vannak jó szellemek, és vannak rossz szellemek is. Én ezeken a napokon szertartásokat tartok, hogy elüldözzük a rossz szellemeket, és hogy szerencsénk legyen jövő évben. Én karácsonykor indítok, tehát december 25-én a szertartások eltartanak január 5-éig. Minden nap kihat egy hónapra. December 25-e kihat január hónapra. December 26-a kihat február hónapra, és így tovább. Tehát minden szertartás szerencsét hoz egy bizonyos hónapra. Azon kívül minden szertartásnál, tehát minden napon van egy más téma, ami érint bennünket, kihat az életünkre, kihat a sors utunkra, és ezeknél a témáknál a szertartás szintén szerencsét hoz. Feljelölheted magadat e-mailen keresztül ezekre a szertartásokra. A díjam szertartásonként 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy melyik napon, melyik hónap hat, és melyik témák hatnak ki ránk. Ezek a varázslatos napok kihatnak jövő évre. Így év végén, jövő év elején ezek a titokzatos napok bizonyos energiát átvisznek jövő évre. Minden nap összefüggésben áll egy bizonyos hónappal. Azon kívül vannak bizonyos témák, amire kitérek ezeknél a szertartásoknál. December 31-e kihat jövő év júliusára, tehát ahogy átéljük szilvesztert, ezek a kapcsolatok, vagy ez a hangulat, ez kihat júliusra. Ami a szertartást illeti, óv bennünket a családi kapcsolatoknál, óvja az otthonunkat. Segít abban, hogy harmónia legyen a családban, a gyermekek és a szülők, a nagyszülők között. Ez a szertartás abban is segít, hogy megtaláld a helyedet az életben, a hivatásodat, a boldog párkapcsolatod, vagy a lakhelyet. Segít meditációnál, hogy mindaz, amit elérni szeretnél, hogy meglegyen hozzá ez a belső erő, ez a hit, hogy minden úgy alakul, ahogyan te elképzeled. Segít a céljaink elérésében. Abban is segít ez a szertartás, hogy ő ne húzódjon vissza, hanem mutassa ki az érzelmeit, beszéljen a terveiről, különösen ha család alapításról, egy közös otthon tervezéséről van szó. Ez a szertartás segíthet terhességnél, egy kisbaba születésénél is. Amiben még segít, hogy legyenek jó emlékek a gyermekkorodról,
kort illetően, és legyen egy jó kapcsolat a gyermekekkel. Mint mindig, ez a szertartás kihat egészségügyi témákra is, hiszen van gyógyító hatása. Ezúttal az anyaméről van szó, a mellekről vagy álmatlanságtól. Az erő, amit ez a nap, illetve július hónap, vagy ez a szertartás jelent, ez a hold energiára, kihat az anyukára, anyai témákra, jelenti az érzelmeket, az álmokat, a vágyakat és az elképzeléseket. Nem csak július hónapban, hanem ezeket a témákat erősíthetjük egész évben is. És ebben tudok segíteni. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!